Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban. Ma egy nagyon szép és nagyon egyszerűen meghorgolható sálat hoztam nektek, félpálcákból készült, és ez egy nagyon jó puha téli sál. Nagyon szép színátmenetes fonalból készült, a színeket már láthatjátok is itt. Az alapszín egy sötét magenta szín, és emellett többféle szín keveredik még. Most akkor megmutatom nektek a fonalat és a mintapontos elkészítését. Nos, kezdjünk is hozzá a Multicolor fonallal, ez egy Rico Design fonal, a színkód a 6-os, két gombolyagom is van ebből, csak a másik itt hátul pont fordítva volt, 53%-ban poliészterből, 24%-ban gyapjúból és 23%-ban akrilból áll. 50 g-os és 90 méteres egy gombolyag. 7-es tűt ajánlanak hozzá, én viszont természetesen ezúttal is a 6-os horgoló tűmet fogom használni. Először is kiveszem az első gombolyag közepét, ez nagyon praktikus, mert így szépen ki tudom majd húzni a fonalat a gombolyag közepéről. Rendben, most megkeresem a fonal elejét, és azt hiszem már meg is van. Kezdésnek felveszek 15 darab láncszemet. Felveszem a fonalat a tűre, és már mehet is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 és 15. Ha ti szélesebb sálat szeretnétek, akkor nyugodtan felvehettek több láncszemet is, és most felveszek még két láncszem magasítást, tehát most így összesen 17 láncszemem van. Most elkezdek visszafelé horgolni. A tűtől lévő harmadik szembe öltök le, csak előtte ráhajtom a fonalat a tűre, utána leöltök ebbe a szembe, áthúzom a fonalat, három hurok van a tűn, áthúzom a fonalat mind a három hurkon, és ezzel már két is van az első félpálcám. Most megint ráhajtom a fonalat a tűre, leöltök, fogom a fonalat és áthúzom. Kész van a második, és így tovább. Megvan a harmadik félpálcám, ráhajtás, leöltés, áthúzom mind a három húrkon, és most így horgolok végig a másik oldalig, tehát végig félpálcákat horgolok. Nos, minden szembe meghorgoltam a félpálcákat, ezzel kész van az első sor, és most veszek fel két láncszem magasítást. Majd megfordítom a munkámat, és most tulajdonképpen az előző sor szemei közé fogok horgolni, tehát ide egy kicsit mélyebbre öltök le, és ide is félpálcákat horgolok, tehát ráhajtás, leöltök ide mélyre, és meghorgolom a következő félpálcát. És már itt is van a következő. Így majd úgy tűnik, mintha egy kicsit nagyobbak lennének ezek a félpálcák, tehát ezek a V betűk itt egy kicsit nagyobbnak tűnnek majd. És így szép tömör is lesz majd a munkánk. Megmutatom nektek még egyszer, hogy pontosan hova öltök le, akkor látszik a legjobban, ha egy kicsit így széthúzzuk a munkánkat, így kinyújtva jobban látszanak ezek a lyukak. Tehát ráhajtás, leöltés és áthúzom mind a három húrkon. Ezek a félpálcák. Egyébként nagyon könnyen meg lehet találni ezeket a leöltési helyeket a tűvel. Ha leöltünk a tűvel a szemek közé, akkor valószínűleg egyből megtaláljuk ezt a helyet. És már majdnem el is értem a sor végére. Itt a sor végén, a legvégén van a láncszem sorunk. És itt meg is mutatom, e köré öltünk le. És ezzel már kész is vagyok a második sorral. Most megint két láncszem magasítás következik, megfordítom a munkámat, és most megint az előző sor szemei közé öltök le. Széthúzom egy kicsit a munkámat, így jól látszanak a leöltési helyek. Így széthúzva tényleg nagyon egyszerűen meg lehet találni ezeket. És természetesen a tűvel is nagyon jól kitapinthatóak ezek a helyek. Most pedig így fogom elhorgolni mind a két gombolyagot.
Nos, már majdnem teljesen kész vagyok, már csak egy nagyon kevéske kis fonalam maradt, ennyi, amit itt láthattok. Ez nem lesz elég még egy sorra, de meg tudom mutatni nektek, hogy mennyire szép lett a sál. Itt nagyon jól látszik, hogy mennyire tömör a munkám. Ez annak köszönhető, hogy mélyre öltött félpálcákkal dolgoztam. Nagyon jó puha a sál, és itt van a két gombolya közötti átmenet, a két fonal vég, ezeket belehorgoltam a munkámba, úgyhogy ezeket itt most már csak le kell vágnom. Itt nagyon könnyű a dolgom. És szinte egyáltalán nem látszik az átmenet. Az alapszín az ugyebár ez a sötét magenta vagy pink szín, ez végig jelen van, így szinte egyáltalán nem feltűnő, hogy itt valahol van az átmenet. Egyik oldalon zöldes, a másik oldalon kékes színnel van kombinálva ez az alapszín, és utána itt a sál végén pedig egy majdnem teljesen pink szín van. Tehát nagyon szép és nagyon jó puha. Remélem, hogy tetszett nektek ez a horgolási útmutató. Ha igen, akkor kattintsatok a tetszik gombra, ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornámra, és kattintsatok a feliratkozás gomb melletti kis csengőre is, így majd nem maradtok le a legújabb videókról. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!